というところの隣の町なんですけども、そこで昔300年ほど前、300 évvel ezelőttől vannak ezek a dobok, az unaziki városnak a szomszédságából jöttek, és hogy ezt a 300 éves hagyományt fölújítsák, arra alakították ezt a csoportot. Miből készül a dob, és hogy készítik? A dob az egy fatömbből készült, aminek a belsejét kiválják, és a bőr, ami rajta van, az marhabőr. Hol szoktak föllépni ezzel még? Elsősorban a falunak vagy a városnak a templomának, hogyha az ünnepsége van, ott szoktak dobolni, és hogyha valamilyen rendezvény van, akkor fölkérik és meghívják őket. Nagyon harciasnak tűnt ez az előadás. Van ennek valami köze a japán harci hagyományokhoz? Harchoz, a háborúhoz semmi köze. Régebben, még a régi császári időkben az volt a szokás, hogy a nemes urak, azok egy ideig a saját birtokukon laktak, és a másik időt pedig a császárnak a közelébe töltötték. És mikor ez a menet ment át a falun, akkor doboltak azzal jelezvén, hogy hát a nép egészséges és szorgalmasan dolgozik. Természetesen, hogy ki hogyan dobol, annak különböző változata van, de ez egy tradicionális japán hangszer. Öltözet jelente valamit, és a ráírott jelek. Ezt az öltözetet is ők gondolták ki, és ami rá van írva, az ugyanaz, mint ami a dobon rajta van, honjin. Így hívják az ő csoportjukat. Mit jelent? Hon az eredet vagy gyökér, és a jin az pedig azt jelenti, ahol régen a földesúr megszállt, az a szálloda, amikor itten keresztül ment.